Kishegyesen a Szent Anna templomban celebráltak kegyeletadó szentmisét a Nemzeti Gyásznap alkalmából. Ezt követően az egybegyűltek a nyugati temetőben lévő Hegyesi Csata emlékművéhez mentek, ahol Csige Gábor, Magyarország szabadkai főkonzulátusának vezető konzulja mondott köszöntő beszédet. Történelmi emlékeztetőt Vörös Julianna, a Kishegyesi helyi közösség tanácsának elnök helyettese tartott. Példaképei mindig voltak és lesznek, és a szabadságharc hősei nagyon szép példát mutattak nekünk összetartásból, hazaszeretetből, összefogásból, testvériségből. Olvasgass ma Magyarország történetét! A szabadságharc 1849. júliusában megvívott utolsó győztes csatája Kishegyesnél zajlott. A helyiek évente kétszer is megemlékeznek a történelmi eseményekről a Hegyesi Csata emlékművénél. Október 6-a egy kitörölhetetlen gyásznap, ugyanakkor a szabadságharc nélkül, a gyásznap nélkül a későbbi kiegyezés, az 50 éves felemelkedés és páratlan fejlődés sem lett volna lehetséges. Áldozatuk nem volt hiába való, példájuk pedig minden magyar ember számára útmutató lehet egész életében, amíg él. A kishegyesi megemlékezésen a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Szajkó énekcsoportja, valamint Hajvert Ákos, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnöke is fellépett, és a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület is közreműködött. A megemlékezésen a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is koszorúztak.